A húsvétot megelőző nagybölt elején még hívek is részt vehettek a templomi szertartásokon. A koronavírus járvány miatt nekik azonban később le kellett mondaniuk ezek helyszíni megéléséről. Hétfőn aztán újabb szakaszába lépett az országos védekezés, amely újabb kormányzati intézkedésekkel, jellemzően lazításokkal, enyhítésekkel járt. Ezek egyike, hogy ismét lehet nyilván a szertartásokat, istentiszteleteket tartani a templomokban. A nyíregyházi görög-katolikus egyházmegye az állami rendelkezésekkel összhangban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutatásával dolgozta ki a korlátozások feloldásának részleteit. Feltételekhez kötve nyitották meg templomaikat, hogy továbbra is megakadályozzák a vírus terjedését. Elsősorban van egy életkori szabályozás, amiben azt kérjük, hogy csak 65 évnél fiatalabbak, és egészségügyileg komolyabb kockázatot nem viselő személyek jöjjenek a templomainkban. Már a bejárat esetében is kérjük, hogy előtte beérkezés előtt történjen kézfertőtlenítés. Ebben próbálunk mi is segíteni már a templomaink, ahol ki is tesszük a fertőtlenítőt, tehát bízunk benne, hogy mindenki, aki érkezik, az hozza a sajátját. A templomban is csak maszkban lehet jelen lenni, mint ugye bármilyen más közösségi téren, gondolok itt a tömegközlekedési, vagy éppen a boltokra. Kérjük azt is a hívektől, hogy egymástól másfél méter, esetleg két méter távolságra üljenek, minden második padban, egy padban csak az egy háztartásban élők ülhetnek közösen együtt. Ezekkel a feltételekkel úgy gondoljuk, hogy talán elindulhat az a közösségi élet, a közös imádság is, ami talán még inkább elősegíti azt a lelki megerősödést, amivel ebben a nehéz időszakban könnyebben tudunk tovább élni és túlélni. A szentelt víztartókat a folytatásban sem lehet használni. A híveket pedig arra kérik, kerüljék az ikonok és keresztek csókolását is. Az áldoztatást az azt végző fölszentelt személy mindenkinél külön kanállal végezheti, vagy a forgalomban kapható kis kanalakkal fertőtlenítés forró vízes öblítés után, vagy eldobható eszközök segítségével, amelyeket aztán eléget megsemmisít. A helynök a keresztelések, esküvők, temetések tartására is kitért. Továbbra is kérve van, hogy a lehető legegyszerűbb módon is a távolságokat betartva történjen mindez, sőt, hát igazából keresztelések és esküvők esetében kérjük, hogy amennyivel lehetséges, halasszák is el. Első áldozások kapcsán kifejezetten azt kérjük, hogy miután ez egy szép családünnep, ez egy szép közösségünnep is, ezeket szinte minden közösségünk úgy döntött, hogy őszre tesszük át. Tényleg legyen olyan ünnep, amit a gyerekek megérdemelnek, és méltó és emlékezetes marad számukra. Gyóntatásra pedig úgy van lehetőség, hogy lehetőleg szabad téren is, hát természetesen legalább másfél méter távolságban kell elhelyezkedni. Szabó Tamás elmondása szerint a hívek továbbra is fel vannak mentve vasárnapi templomi kötelezettségük alól. Aki tehát inkább otthonukban követnék a szertartásokat, azt a folytatásban is megtehetik internetes közvetítéseken keresztül. Utóbbiak egyébként népszerűnek bizonyultak az elmúlt időszakban. A helynök szavai alapján kiváló evangelizációs felületként jól működtek, hiszen olyanok is becsatlakoztak ezekbe, akik nem templomlátogatók. Aki viszont a templomban imádkozna, de biztonságosabbnak érzi azt a miséken kívüli időszakban, annak erre is lehetősége van a napközben is nyitva álló épületekben.